Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam az, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik április 26-án, ezen a napon a hold az Anuradha holdházban van, ami jelenti a belső tekintetünket. A harmadik szemet, legalábbis így mondják az indiai területeken, tehát itt spirituális területekről van szó, valami láthatóvá lesz számodra, amit eddig még nem láttál. Vagy befele tekintesz, és akkor megvilágosodik előtted valami. Ez a holtház jelenthet nyereményeket is. Ezen a napon a hold és a nap egy kvinkungsz aspektusban áll egymással. Ez bizonytalanságokat vált ki nálunk. Erre szoktam mondani egy példát. Előtted van egy inga, és én megkérdezem, hogy mondd meg, melyik irányba fog kimozdulni. A válaszod az lehet, hogy nem tudom, fogalmam sincs. És így érezzük magunkat ezen a napon. Nem tudom, fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy mit akar. Érdekes az is, hogy az indiai asztrológia szerint a nap a kos jegyében van, és a kos jegye az előre viszi az eseményeket, a nap megvilágít bizonyos dolgokat, láthatóvá tesz valamit. Tehát itt látható ez a tiszta nézet. A hold viszont a skorpión jegyében van, és a skorpión jegyénél a mélybe tekintünk. Sőt, kivált nálunk olyan érzelmeket is, hogy nem bízunk a másikban, vagy feltesszük a kérdést, tényleg a valóságot mondta, vagy hazudott nekünk. Itt vannak bizonytalanságok, vagy óvatosak vagyunk. Ez a két különböző energia hat ki ránk, hiszen kapcsolatban van a hold a nappal. Lehet, hogy valaki tiszta gondolatokkal, érzelmekkel közeledik, kimondja a valóságot, de mégis kivált nálunk olyan érzelmeket, amikor bizonytalanok vagyunk. Tényleg így van? Az igazságot mondta? Megbízhatok benne? Persze, a hold most ebben az Anuradha holdházban, a skorpión jegyében azt is jelentheti, hogy a mélybe tekintünk, átvizsgálunk valamit. Ezen a napon, április 26-án, Mars és Vénusz egy jó kapcsolatban van egymással, megvan a közeledés, megvan a bizalom, és ez jó hatással van a párkapcsolatra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. A gondolata felül látható. Ott van az ostor. És ha az ostor megjelenik, akkor az fáj. Vannak nála fájdalmas emlékek, vagy valaki megbántotta őt. De ott vannak a közelben az egerek, és tudnak segíteni. Hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek el tudják távolítani ezeket a csalódásokat. Persze azt is jelenthetik a képek, hogy valaki elvett tőle valamit, például a pénzét, vagy rabolja az idejét, az energiáját, vagy a munkahelyén
elveszítette a pozícióját, mert valaki kifúrta őt, és emiatt számára ez kellemetlen, és ezért vannak ezek a fájdalmas érzelmek, meg ezek a gondolatok is. Persze azt is jelenthetik a képek, hogy ő a múltban megbántott téged, de az egerek most ezt eltávolítják, bocsánatot kér, tisztázódik valami kettőtök között. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. A gyermek utalhat a gyermekekre. De jelentheti az ártatlanságát is, vagy a fiatalos kisugárzását, vagy egy új irányt, újdonságokat. Döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányban lesznek itt majd döntések. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható, ő megjelenik előtted, hiszen látni akar téged. Keresi veled a kapcsolatot. Ez lesz egy szerencsés fordulat, hiszen alul, jobb oldalon láthatóak a csillagok, és a csillagok szerencsét hoznak. A csillagok jelentik az időt is, mégpedig a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy ez a csillagokban megvan írva, és pontosan ez, amit ő érez, és ebben a pillanatban jelenik meg előtted. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyánál, amit a férjem készített. Itt az U betűről van szó. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent ez az U betű, és leírhatod a kommentárba, mit jelent számodra. Ami nekem eszembe jut, újkígyós, mint egy helység, Ungárn, Ulrike, Ulrik, vagy, mint fogalom, utazás. Mit jelent számodra az U betű, örülnék neki, ha leírnád a kommentárba. A régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, középen látható, itt tükröződik valami, hiszen a bal oldal ugyanolyan, mint a jobb oldal, és ez lehet egy lelki kapcsolat kettőtök között, hogy van hasonlóság. Amit a kép még jelent, hogy te is mész az életutadon, ő is, de mégis mindig van közeledés, van találkozás, ott középen találkoztok, itt lesznek közös tervek, közös döntések. A német nyelvű területen is vannak ilyen betűk, meg ilyen régi írásmód, ezek az úgynevezett rúnák, és én találtam egy rúnát, ami ugyanolyan, mint a rovás írás, az bal oldalon látható felül a rúna szimbólum, és ez a rúna azt jelenti, hogy itt van mozgás, könnyűség, zene, tánc, ő közeledik hozzád, megérint téged, megjelenik a lepke, jelenti a transformációt és a lelki dolgokat is. A napi energia jobb oldalon alul látható. Ez a hölgy ott üldögél, bámulja a természetet, megtalálja a nyugalmát, van egy kis szünet, lehet, hogy nyaral valahol, ott van a kezében a pohár, valószínű kávét iszik, igen, ott kávézgat, nincsenek gondjai, inkább úgy pihenget. És pontosan ez a napi energia, hogy legyen egy szünet, pihenjük ki magunkat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád,
vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az U betű. Meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!